Jó reggelt, sziasztok! Jó reggelt! Boldog új évet mindenkinek! Nem áll meg az élet. Munka az folyik tovább. Hozzáfogtunk itt a tanyát egy kicsit még rendezgetni. Ati tavaly... Igen, már tavaly volt. Földjénről összegyűjtötte a deszkákat, pallókat. Mi a mai meló? Hát azt onnan lebontani a földjénről a sok deszkát végig. Ezt mind lepakolni innen. Erről már készen van. Az első két gerendánál. És meg ennyi van hátra. Na, úgyhogy ennyi lett a deszka itt, a födémről. Nézzünk bele oldalról is. Na, úgyhogy ilyen lett. Hogy mi a terv a deszkákkal? Hát, ami jó, azt tesszük félre, aztán majd leszélezzük szépen, és abból lesznek majd, mit tudom én, karám, kerítés, ez az, amire már éppen kiadja a faanyag. Mert amúgy oké, van benne rossz is, de nagyon sok amúgy ilyen teljesen egészséges deszkák. Kemény fa deszka. Még amúgy nem is szúrta, csak egyik, másik, nem is mind. Jó, van pár ilyen, ami rossz a vége, mint ennek is például, ilyen vékony, semmit nem érő, de nagyja az jó, egészséges deszka. Már szépen kiválogatjuk, és akkor rendszerezzük, ahogy szoktuk. Ezeket most Atival lepakoltuk, hogy ne kell neki egyedül vele kínlódnia, illetve még a mai napra egy olyat terveztünk, hogy itt a kútunk körül van egy pár köbméternyi törmelék, ezt a mai délelőtt folyamán ezt átválogatjuk, az apraját, az ilyen cserépdarabot, ilyesmit azt kihordjuk az útra, hogy töltésnek legyen valami, mert így is óriási sár van, meg hogy mi szabaduljunk tőle. A nagyobb darabokat, azokat majd megint fölkapocoljuk valahova, de akkor már remélhetően csak a felem marad itt. Azt meg majd betonozáskor majd valahol begyógyítjuk a alap alá, vagy mit tudom én valahova. Úgyhogy ez lesz itt a mai program. Most azért kell ezt megcsinálni, hogy itt ettől megszabaduljunk, meg a kutat felszabadítsuk, mert ennek a helyére majd lesz építve egy fasza fából készült díszkút, ami funkciójában is majd betölti a vízellátását a tanyának. Egy részét, igen. Egy részét. Na, jó van, akkor csináljuk. Mehet.
sziasztok! Végeztünk a tömegyeknek a szitszét válogatásával. Ugye van a nagyobb darabok, betondarabok, téldarabok. Ugye ez is az. Ez pedig a apró tömelékes, ez meg majd megy be az útba töltésnek. Kicsit már szét kell majd darabolni, széttörni, kalapáccsal, aztán jó is lesz. Úgyhogy ez most készen van, a kút felszabadult. Tére valahára. Most pedig az a terv, hogy kijöttünk Zolival meg egyik haverunkkal. Zoli az éppen darabolja, vágja ki a régi elhalt fákat. A barátunk az ássa ki a kútnak az alapját, illetve csülnek majd a helyet. Én pedig fogok hozzá, és itt ezt a fenyő mögötti területet szépen kipucolom. Itt a fáktól, hajtásoktól, elszáradt dolgoktól. Most van egy kis fagy, úgyhogy lehet szépen dolgozni, nincsen nagy sár. Ott a háttérben megy az ásás. Mögötte Zoli aprítja a fát. Úgyhogy megy a munka ezerrel. Ilyenek vagyunk. Nyomjuk.
Na, sziasztok! Itt az idő, hogy mihez is? Hát, leverni a falat. Meg a födémet. Kint esik a hó. Hideg van, úgyhogy most behúzódtam. És fogok hozzá az aprításhoz.